Jó estét kívánok! Jaj, de jó, minden be van elsőre kapcsolva. Legyen olyan kedves, fogja meg majd a mikrofont. Igenis. Nagy szeretettel köszöntöm Németh Miklós volt miniszterelnököt, aki a rendszerváltás miniszterelnöke, az átmenet miniszterelnöke, aki tulajdonképpen a szocializmust befejezte Magyarországon, és a kapitalizmust elkezdte. Aztán nem tudom, hogy mennyire ilyennek gondolta, amikor elkezdte. Minden esetre ezt az estét arra szánom, hogy megkérjem, hogy magyarázza el nekünk, hogy milyen volt tulajdonképpen a lehető legnagyobb együttműködési kedvel és harmonikusan lebontani a saját hatalmát és azoknak a hatalmát, akiket egyébként ő választott nagyjából, hiszen az a kormány az egy igazi német kormány volt, hogyha jól emlékszem, tehát azt inkább maga csinálta, mint a párt, jól emlékszem? Nem emlékszem jól. Hát, amennyire az arcára nézek, nem emlékszem jól. Jó estét kívánok. Örömmel fogadtam el a Kati meghívását. Még nem tudtam, milyen hülyeségeket fogok kérdezni. Nem ezért, hanem mert amikor az emberrel szembe jön egy évforduló, mint most a 30. évforduló, akkor kutya kötelessége, hogy a sajtó vagy a média érdeklődésének eleget tegyen. Egyébként kerülöm őket, tehát ezt hozzáteszem, de a kerek évfordulókon megszoktam nyilvánulni, megszoktam nyilatkozni. Na most a konkrét kérdés. Én nem jelentkeztem, és nem harcoltam azért, hogy miniszterelnök legyek. Idősebb generációnak csak villanásokat kell mondjak, a fiatalabbaknak esetleg 2-3 mondattal több magyarázatot kíván, amit mondani akarok. 88. május. Ez az a időpont, ez az a hónap, amikor, és ezt Grósz Károlytól, én, aki nem szerettem Karcsit, és sokat küzdöttem ellene, meg szembe vele, de ezt a történelmi tettét nem engedem senkitől elvitatni. Kádár Jánost egyedül Grósz Károly buktathatta meg. Senki más. Jelentkezhet Posga Imre, nyugtassa őt is a teremtő, bárki más. Képtelenek lettek volna arra, amit a Grósz végrehajtott. Egyszerűen azon oknál fogva, hogy végigjárta azt a létrát, rádió pártitkára volt, aztán... Akkor én még nem voltam ott. Nem. Kicsit idősebb volt, nem sokkal, de kicsit. Aztán az agitáció vonalán dolgozott felelős, tehát agipropos volt. Aha. Aztán Budapesti első titkár is volt, nem? Még előtte két megyét is megjárt, és ez nagyon fontos. Borsod megyét, az én szülőföldem megyei első titkára volt, majd Fejér megyében is néhány évet eltöltött, és ez a kapcsolati háló, a háló tette számára lehetővé, hogy 88. májusában, amikor mindenki a pártvezetésbe azt hitte, hogy minden megy úgy, ahogy eddig volt, egyik éjszakáról a másikra palotaforradalom tört ki. Nem tudom, merre mutassak, a Rózsa Ferenc építők, Rózsa Ferenc székházában. Tehát én se tudtam, hogy akkor én politikai bizottsági tag leszek aznap, de egymás után buktatták ki a régi embereket, és hát van az a híres fotó, biztosan emlékeznek rá, amikor Kádár a Mária nénivel megy le a lépcsőn, és látszik, hogy már nincs jövő. Uh-huh. Ezt a Grósztól elvitatni nem szabad engedni.
Azért volt ez egyébként, mert átlátta, hogy nem tartható a gazdaság állapota, és hogy be fog roskadni az ország? Nem, ekkor a grósz a gazdasághoz nem értett. De a politikai érzéke az antennái jók voltak. Az jól működött, ezért tudta ezt megcsinálni. Ugye ő egy egész éjszakát rádobott arra, hogy a megyei küldötteket meggyőzze arról, hogy Kádárnak mennie kell. De akkor Kádár még eszénél volt, már bocsánat, hogy ilyen tiszteletlenül fogalmazok, de nem, vagy már nem? 88 májusában már mutatkoztak a leépülés jelei, tehát most a mikrofon miatt nem tudom mondani. Én fiatalként abban a megtiszteltetés idézőjelbe a szót részesültem, hogy elég gyakran lehívtak engem az akkori főnököm, egy tisztességes ember, Havasi Ferenc, hát ő se képzett szakember volt, de a szíve és a hozzáállása az abszolút helyén való volt, vagy az Óvári Miklós, aki a Kádár titkárságot vezette akkor, lehívtak engem elég gyakran ilyen esti szel, és az elején nem értettem, hogy mi közöm nekem ehhez, hogy ezek az öregek ottan beszélgetnek. Ugye ez általában heti kétszer fordult elő, főleg péntekenként egyszer, ekkor ment a Kádár házaspár a moziba, ez a Bátori utcában volt, és a másik pedig szerdánként, amikor a uszodába, ide a... Államigazgatási főiskolára? Hát nem, az Ajtósi Dürer sor. Ja, a párt főiskolának volt ott egy uszodája. Ott egy uszodája ment, és hát nem értettem az elején, hogy miért hívnak engem. És állandóan, amikor belépett Kádár János, akkor én felálltam, és el akartam köszönni. Maradtam. Pár hónap után kibontakozott előttem, hogy mind az Óvári, mind a Havasi azt szerették volna elérni, hogy Kádár János beszéljen 56-ról. Amikor erre terelődött a szó, akkor az öregnek volt egy jellegzetes mozdulat, így itt volt a zsebóra, ma már ilyen nadrágok nincsenek, ahol itt az órazseb. Kivette, ránézett, és mondta, hogy lejárt az idő, és nem beszélt. Egészen faramuci helyzetek fordultak elő. Maga ismerte kérdezni, mint... Pillanat, ide fogok eljutni. Faramuci helyzetek fordultak elő. Havasi Ferenc a egyik alkalommal elmondta neki, hogy hát tudja, Kádár elvtárs, nekem a nászom az a taszári, ez itt ászári, bocsánat, nem taszári, ászári TSZ-ben brigadéros. És valami születésnap, ünneplés, stb. És megkérdeztek engem, hogy hát hogy volt az az 56-ban? És hát azt mondta így a Havasi, ez mintha ma történt volna. Hát miért nem kérdezitek meg azt, aki ezt jól tudja? Hát ott vagytok közelébe. Hát a válasz ugyanez lett. Zsebóra. Elmenekül. És utána lehívott engem a Óvári Miklós, aki egy művelt ember volt, hadd tegyem hozzá. Olvasott széles látókörű, most az más kérdés, hogy ki miben, milyen mélységben hitt, ugye? És ő engem rá akart beszélni arra, hogy hát láttad, a sírba fogja vinni. De te, mint fiatal, te kérdezhetsz tőle.
Úgyhogy mondom, Miklós, ne viccelj, hát én mit kérdezzek? Hát én 8,5 éves voltam 56-ban, én nem tudom, hát meséld el, hogy mi volt. Hát mondom, én el tudom neked mesélni, én a 6-od magammal, vagy 7-ed magammal a római katolikus templom tornyából néztük október 23-án Monokon a felvonulást, zászlókkal az általunk nagyra becsült Zsufa Tibor tanárbácsi vezette a processziót, de hát már október végén ugye a Murci kifort. Úgy, mindenki hazament? Nem. Hát ugye megálltak az akkori pártitkár háza előtt, kihívták. Nekem 3 fia volt, az egy iskolába jártunk, és hát Kovács Istvánnak hívták, és a falu akkori egyik kovácsa, Bihon Gyula bácsi, egy ilyen répaszedő vasvilla-szerűséggel letérdepeltette a Kovács Istvánt, és megkérdezte, hogy tudod-e a mi atyánkot. Hát a pártitkár hibátlanul elmondta térden állva a mi atyánkot. Na azért, és ez volt. Na mondom, most ezt meséljem el a Kádár Jánosnak. Hát elég rosszul indult ez a sztori ahhoz, hogy azért érdemes elmesélni. Igen, úgyhogy hát én nem is tettem kísérletet a Kádár meggyóntatására. Majd azon a KB ülésen részt veszek, amikor már megbomlott elmével, úgy, mint én most viaskodok, mert arcokat alig látok a fények miatt, de hát mint egy ánykép ott lebegett a Spíró György csinált róla egy hangjátékot, ezt én hallottam. Nem a Spíró. Nem a Spíró, de... Hanem a, mindjárt megmondom. Mindent. K betű. Kornis, valaki. És Mihály. Valaki a kettő de közül. De tudja, hogy a Kornis. Kornis, igen. És hát én ott ültem azon, és láttam azt a tébolydát, ami a Kádár fejében lejátszódott. Az valóban egy megrázó esemény volt. Abba is maradt az ülés, nem lehetett tovább folytatni. De ez már oda vezet, hogy Grósz ekkor már azon mesterkedett és azon dolgozott, hogy hogyan lehet megakasztani Magyarországon a reformokat és a reform folyamatot. Ő hívta ugyanis be Kádárt oda erre az ülésre, mint kiderült, és szerette volna, hogy hát a központi bizottság az a konzervatívok álláspontját foglalja el bizonyos fontos kérdésekben. Na de visszatérve az eredeti kérdésre, tehát nem jelentkeztem, Grósz ezzel a kettős funkcióval 88 májusa után nem tudott megbirkózni. Így lett magából miniszterelnök. Ő neki volt egy listája azzal újításként, hát újítás már volt előtte, hogy kettős jelölések voltak, ugye. 95-ben, hát azt igen, is, vagy 85-ben. Azt tudjuk, hogy igen, mennyire volt komolyan. De ő akkor házalt, végigjárta a megyei pártbizottságokat, aztán a szatellit szervezetek ilyen-olyan testületeit. Én nem voltam az ő listáján. Hanem kinek a listáján volt, akkor hogy került maga? Elmondom, tehát ő bejelentette, hogy ő lemond a miniszterelnökségről, mert ez sok neki, és elmondta az eredeti névsort, Nyers Rezső, Posgai Imre, Tatai Ilona, Taurusnak volt a vezérigazgatója. Egy nagyszerű okos asszony volt. Igen, egy talpra esett hölgy volt. És a fővárosnál dolgozott az Iványi Pál. Ezzel a négyessel neki indult, és körülbelül a harmadánál volt az országjárásának, amikor visszajött, hogy baj van, mert az ő listáját előteljesen kifogásolják.
A megyei elvtársak, vagy kicsoda? Meg a nőtanács, meg a szakszervezetek. És ez kinek számított ahhoz képest? Kinek számított az, hogy a párt eldöntött valamit, hogy a nőtanács mit mondott? Hát a nyitás jegyében volt ez, tehát hogy most már átláthatóbbak és demokratikusabbak leszünk. Tehát ez a konzultációs folyamat. De és az én nevem ott jött föl ezeken a konzultációkon. Mert magában megbíztak a nőtanácsnál? Na most, Kati, nem erről van szó. Nem, én szerintem hallotta, a szakértelmébe bíztak. Hallott meg, arról, hogy szabad pártnapok? Hallottam. És maga oda járkált és beszélt? Hát én elmentem az ország minden városában szinte, és ilyen-olyan fórumokon szabad pártnapot tartottam gazdasági, gazdaságpolitikai kérdésekről. És elmondta, hogy most, ez így már nem nagyon mehet tovább, na most, ahogy eddig? Na most, hát az volt a jellemző, hogy megjelent valaki, aki egy taknyos, 40 évesre, és papír és jegyzetek nélkül tud 45-50 percig folyamatosan beszélni. De ez azóta is megy. Igen. Tehát úgy beragadt az emberekbe, hogy ez az ember valamit tud, vagy valamit mondani akar. Tehát a szakértelem. És így kerültem én a listára. A végén ketten maradtunk a Nyers Rezsővel. És hát mind a ketten ugyanazt akartuk. Én azt mondtam a Grossznak, hogy persze én elvállalom, de nem lenne jobb, a Nyers Rezsőt nemzetközileg jobban tudják, engem alig ismernek. Noha már ekkor én már Németországban és Angliában, meg máshol a pénzszerzési körútjaimon már kapcsolatokat teremtettem. Szívesen leszek zongoracipelő a Nyers mögött. A Nyers pedig ugyanezt mondta, hogy hát ő, mint tapasztalt ember, majd ő odaáll egy energetikus, 24-ből 26 órát dolgozni képes emberre van szükség. Úgyhogy a vége ez lett. Hogy a végén és én vállaltam. Volt, bocsánat, volt valamilyen tűzoltós pénzszerzés Kínától? Mint hogyha azt olvastam az hamarabb volt. Az hamarabb volt. De hogy így ezzel is emlékezettessé tette a saját igen. Skilljeit. Akkor távirati stílusban. 79, amikor Leonyid Lonya bácsi úgy dönt, hogy a meleg tengerekre szüksége van a Szovjetuniónak, és segítségnyújtás véget, lerohanják Afganisztánt. Az ottani vezető megsegítésére. Ezután jön a lengyelországi szükségállapot. Ekkor még Magyarországon egyszintű bankrendszer van, tehát nincsenek kereskedelmi bankok, és 3 hónap alatt a magyar tartalékállomány, ezek betétek, 92%-át kiviszik az országból. Lengyelországban a szükségállapot bevezetését követően nem 20, meg nem 70, 2000%-os infláció van. Idősebbek emlékezhetnek rá, hogy a lengyel piac az mit jelentett ide-oda. Kajáért jöttek hozzánk, törülközőt, meg mit tudom én, miket. Cigaretta, minden csencselés itt folyt. Ilyen közel voltunk ehhez az állapothoz, és ekkor győzzük meg jó néhányan, akik erről meg voltunk győződve, hogy nyitni kell, és a nyitás része, hogy a nemzetközi pénzügyi szervezetek felé, akiket mostanában elutálnak, nem gazemberek dolgoznak sem az IMF-nél, sem a Világbanknál, ezt szeretném mondani,
Tehát oda be kell lépjünk ahhoz, hogy egy ernyőt kapjunk, és ne kerüljünk Lengyelország sorsára. Mert a lengyelek annak ellenére kerültek ide, hogy 8,6 millió Amerikában élő lengyel belenyúlt a zsebébe, kérem szépen. Erről keveset hallanak és tudnak. A lengyel, amerikai lengyelek, hogy ne kerüljön sor erre a katasztrofális állapotra, adományokat gyűjtöttek, és a pénzt küldték haza a lengyeleknek. Kinek? Jaruzelszkinek. És a keményvonalas párt funkcionárisoknak, hogy a lengyel nép ne szenvedjen tovább. Nekünk ilyen szerencsénk nem volt. Úgyhogy meg kellett győzni a vezetést, belépünk ekkor a IMF-be és a Világbankba, de a pénzt viszik ki az országból. Ekkor van az a néhány hónap, amikor hárman, négyen voltunk, úgy hívtuk, hogy a pénteki primula. Tehát a mozi látogatás előtt nem hosszabban, mint 2-2,5 oldal, ez határ volt. Hát a vezetők nem szeretnek sokat olvasni. Le kellett írjuk Kádár Jánosnak, hogy hétfőn ki tud-e nyitni az ország. Na most erről nem beszélt akkor senki, de ezeket a primulákat mi megírtuk, és hajszálon múlott sokszor. Ugyanis egy IMF és világbanki tagság felvételi eljárás sorozatnak adminisztratíve időigénye van. Kibírjuk-e addig? És ekkor az egyik ember a Nemzeti Bankból, megmondom a nevét, mert megérdemli, Bakó Edének hívták, ügyvezető igazgató, azzal az ötlettel állt elő, hogy neki a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen csoport és évfolyamtársa volt az akkori pekingi Budapesten akkreditált nagykövet. És mit szólnánk hozzá, ha elmennénk, úgyhogy már egy vacsorára hozzá, és felvetnénk bizonyos. Hát ugye... Én először elmondtam ezt a főnökömnek, a Vasi Ferencnek, aki ezt továbbadta a Kádár Jánosnak, és a Kádár János engedélyével mi elmentünk erre a vacsorára. És kérem szépen, sikeres lett a dolog, mert egy úgynevezett, a szakmai részében nem megyek bele, egy rullírozó 100 milliós keretet sikerült a kínaiakkal megkötnünk. Tehát amikor hiányzik, pepótolják, és állandóan örökkő feltöltődik a pénz. Tehát puffer van a hátunk mögött, és ennek az volt az ára, hogy én nekem el kellett mennem egy delegációval Kínába. Én életemben először, ez most a 80-as évek eleje, kérem, ekkor találkoztam Kádár Jánossal az irodájában. Mert lehívatott, és mondta, hogy igaz, hogy drágább, de mégis az óvatosság véget, nem Moszkván keresztül repülünk, hanem Rómán keresztül, és akkor ezen a déli szárnyon Mumbai érintésével, és így tovább. És a kínaiak, így is mentünk, ezt csak poénként mondom, hogy ő ezt az utat azért engedélyezte drága dollárért, mert hogy a szovjet elvtársak meg ne tudják. És hát előadásokat tartottunk egy hétig a tiltott városban, a magyar újításokról, amiket mi akkor már bevezettünk, árliberalizáció, hadd ne soroljam, és már majdnem a végén vagyunk, amikor az akkori
magyar pekingi nagykövet sürgős kihallgatást kért tőlem, és azt mondja, hogy hát most jön egy fogadásról, és a fogadáson összefutott a szovjet nagykövettel. És a szovjet nagykövet azt kérdezte, hogy igaz-e, hogy magyar pár delegáció tartózkodik Pekingben. Na kérem, hát mobil, meg ilyesmi, ez nem volt, tehát ott kellett taknyos fiatalként döntenem, és hát úgy döntöttem, hogy ismerje el a szovjeteknél azt, hogy itt vagyunk, nem pártdelegáció, hanem mi a tervgazdaság és a szocialista gazdaság irányítás kérdéseiben tanácsokat adunk a kínaiaknak. Hát ez volt az ára, a kínai pénz viszont a zsebünk, de még ez se volt elég. És akkor még el kellett mennünk a bázeli székhelyű Nemzetközi Fizetések Bankjához, a Lord Richardson, ez a korábbi angol nemzeti bank elnök vezette, aki echte kékvérű tori volt. Tehát nem. És kérem szépen, ez a kékvérű tori összekalapozott nekünk 500 milliót. Csak azért, hogy Magyarország ne essen be az árokba, úgy, mint Lengyelország beesett. Úgyhogy ezekkel voltam én a hátamon, vagy a zsákomban megterhelve, amikor miniszterelnök lettem. Mármint a hitelekkel, de mondjuk ezek a pénzszerzőkörutak teremtették meg a személyes hitelét is a pártvezetésnek. Ezekben a körökben nem lehet mellé beszélni. Tehát ott világosan az A, a B az B, és ha kérdeznek valamit, akkor azokra válaszolni kell, úgy, hogy az helytálló legyen. Mármint a kékvérű torinál. A torinál is, meg a kereskedelmi bankoknál. Kínaiak nem érdeklődtek. Az nekik fontos volt, hogy egy olvadás megkezdődött a Ruscsov és a Mao Tse-tung veszekedése és elhidegülése után, és nekik az nagyon fontos volt, hogy mi nem tagadtuk le azt, hogy mi egy magyar szakmai pártdelegáció vagyunk. Jó, de egyébként ez az egész arról szólt, hogy nekem egy elviselhető, nem elviselhető, a környező, szovjet blokk környező országaihoz képest nekem egy parádésan vidám fiatalságom volt, meg magának is, mert egy generáció vagyunk. Igen. Tehát, hogy jól éltünk gyakorlatilag, nem? Hát, hogy jól éltünk, azt igen. De hogy mondjam? A szocialista országokhoz képest szerintem jól éltünk. Hát ahhoz képest igen. Csak hát ennek ugye az volt a súlyos ára, hogy egymás után évről évre elkezdett nőni a mókuskerékszerűen dagadó adósságállomány. Jó, na most mielőtt szakszerűen ebbe belemennénk, igen, ugye nekem, amikor elmondom a felvezetésben, hogy ilyen szép harmonikus hatalom átadás, mint amit maga csinált, azt nem is tudom, hogy a történelemben van-e ilyen. Tehát, hogy annyira korrekten bontotta le azt a rendszert, és búcsúztatta el, miközben hát az egyrészt a személyes sorsa szempontjából sem volt ez mindegy, másrészt meg az utolsó kormány, a maga kormánya, az nagyjából, hogyha végignézzük, mert most kapásból mielőtt jöttem, végignéztem, már nem emlékeztem rá, azok igazi minőségi emberek voltak általában, mármint, hogy ezt annyiszor lejáratták már ezt a szakértő kormány dumát, de azért ez olyasminek nézett ki. Az első, amikor én átvettem a kormányt, akkor, és elmentem az első kormányülést megtartani, legfiatalabb voltam közöttük, hát itt kevesebben ülnek ebben a teremben, mint a miniszter tanács üléstermében ültek. Tehát a miniszterek ültek a négyszögletes asztal körül, aztán még két sor hátra és oda, ott mindenki jelen volt.
népgyűlés volt magyarul. És minden, ha már egy ilyen fórumon ott ül valaki, akkor ha kell, ha nem. A kétharmada az hozzászólás, viszketegséggel. Ja, soha nem volt hát vége. Persze, hát ott ült a nőtanács, a szakszervezetek. A szakszervezetekből nem is egy. Aha. A központi népi ellenőrzés, hogy csak pár, a KISZ képviselője, és így tovább, hát lehetetlen volt kormányülésem bármilyen fontos kérdést. De nem is lehetett, mert nekem akkor még az volt a funkcióm, hogy felolvastam, hogy csütörtökönként voltak a politikai bizottsági, bocsánat, a kedden a politikai bizottsági ülés, és csütörtökönként a kormányülés. És akkor felolvastam, hogy a PB mit döntött, és akkor melyik miniszternek mi a feladata. Ebből mi következik? Aha. Igen, mi lesz a feladata. Akkor ehhez hozzászóltak, volt aminél azt mondtam, hogy igen, majd visszaviszem a PB-re, mert okos észrevét. De ez nem kormányzás. Ez hogy mondjam, ez a nadrágszíj elmélet. És ekkor eszembe jutott nekem, amikor Grósz Károly kormányfő lett, és elmesélte nekünk, hál' Istennek nem egyedül voltam, voltak tanúk rajtam kívül is, hogy ő mennyire csalódott abban, hogy a Kádár János nem engedte neki a Lázár Györgyféle kormányt egy az egybe lecserélni, és megnevezni a saját embereit. Mert aki ezt teszi, mondta, az lemond a hatalomról. És hát én ezt a Grósznak elmondtam, hogy figyelj, én ezzel a társasággal nem hiszem, hogy sokáig bírni fogom. Én eléggé határozott tudok lenni, Kati, amikor vitákra kerül a sor, és a hangerőmet is meg szoktam emelni, ezt ismert is a szakmában, meg a politikai körökben. Tehát mondtam, nem bírom, nem fogom tudni, meddig bírom. Egyszerűen ez lehetetlen. Úgyhogy szeretnék egy saját kormányt. És hát ugye egy kis epizód ebben még közrejátszott ebben a beszélgetésben, mert 88. november végén leszek miniszterelnök, karácsony 88. decembere előtt egy héttel megtudom, hogy szemben azokkal az állításokkal, hogy ezek a rohadt imperialisták, hogy így, hogy úgy, hogy amúgy, hogy bizony, mi már 70-es évek elejétől kétoldalú megállapodással atomtöltetű rakétákat állomásoztatunk az országban, Tótvázsony környékén. Szeretettel ajánlom ezt a választ a Sándor Annának, aki azt mondta, hogy feltétlenül kérdezzem meg, hogy volt az oroszokkal, hogy azokat mikor és hogyan, és Orbán Viktor küldte el ki. Na hát, én... Tehát ez 88 karácsony előtt. Ez 88 karácsony előtt 10 nappal. Rakéták orra Dél-Franciaország és ugye hát, én elmondom, hogy én elhittem, hát előtte KB-titkár vagyok, 88 májusától PB-tag vagyok. Ennél közelebb a tűzhöz nem lehet menni. Nem lehet ember, tehát... Ugye állította a sajtó, meg mindenki, aki ebben megnyilatkozott, hogy ezek csak az amerikaiak, akik teleszórják Pershing rakétákkal Angliát, nyugatnémeteket, Hollandiát, és így tovább, arra válaszként, hogy a szovjeteknek Kelet-Közép-Európában vannak hasonló rakétáik. Én ezt nem hittem el, mert hát cáfoltuk. Mindenki. Na jó, hát én nem hittem el. Majd szembesülök ezzel. És ráadásul alá kellett írnom. Tehát, ez egy papírból derült ki? Ez két nagyon szép, az egyik egy
barnás-feketés bőrkötésű dokumentum, a másik egy ilyen, ehhez hasonló színű, tehát nem egészen bíborvörös, de nem egészen, tehát egy ilyen vöröses-lilás kézzel írott, mind a kettő, igen. Magyar és orosz nyelven. A lényeg viszont piros tintával, tehát egy nemzetközi szerződés, amiben a lényeg magyar és orosz nyelven is piros tintával van soronként beírva. Tehát aki a eredetit írta magyar és orosz nyelven, és nem látta, hogy a piros betűk mik lesznek, a piros tintás betűk, az nem tudta, hogy mit ír. Ezt megcsinálták úgy, és ezt nekem alá kellett írnom, azzal, hogy a Kárpáti Feri bácsi... Az akkori honvédelmi miniszter. Igen, hívott át, és... Ő mutatta meg? Hát ő mondta, hogy már a Karcsírval egyeztette az időpontot, akkor megegyeztünk, és ott a honvédelmi minisztériumban, ahogy mentem, ugye elindultam a lépcsőn fölfelé, hogy megyek a szobájába. Mondta, hogy lifthez, és lefelé mentünk. Alaksor... krácsok, egy ablak nélküli szoba, tele térképpel a fal, csupa vörös tráfos, nadrágos ember, hát vagy 8-an, meg a grósz voltunk ott. De ezek magyar tisztek voltak ezek szerint? Ezek magyar tisztek voltak, akik be voltak avatva ebbe. És hát az első pont az volt, hogy hát kérem szépen azért vagy itt, hogy tájékoztassunk, hogy ha árvíz, földrengés, támadás éri a fővárost, és a kormány munkája ellehetetlenül Budapesten, akkor megmutatjuk neked, hogy hol vannak az országban az úgynevezett tartalékpontok. És érdekes módon Észak-Kelet-Magyarország felé mentek ezek a tartalékpontok. Az egyik az itt a Gödöllői dombságban volt, a másik a Bükkfensíkon, és majd leestem a székről, hogy én Monokon születtem, és a boros hordókat Erdőményére jártunk nagyapámmal vásárolni. A harmadik Erdőményén volt a honvéd üdülő aljában. Na, ezen túlmegy az ember, és akkor jött a fekete leves, ahogy mondani szokták. Ja, hogy ehhez képest a desszert volt az, hogy atomtörzset is van. És akkor az atomrőt, és hát ezt alá kell írni, grósz aláírása az utolsó. Tehát a mindenkori pártfőtitkárok is, és ez szuper titok. Na kérem, én akkor azt mondtam, ilyen karácsony senkinek nem kívánok. Ezt komolyan mondom, ha a feleségem itt lenne, meg lehet kérdezni. Én nem vagyok egy depresszi, én egy hajlamos ember, de napokig nem tértem magamhoz. Tehát, attól a ténytől, hogy Magyarországon... Hát, hogy hazudtunk. Ja, értem. Ezt egyébként mondjuk az itt ülőknek a 40%-a tudta. És az, hogy atomrakéta van az ország? De nem tudta, úgy érezte, sejtette, szóbeszéd volt, nem? Nem? Hát akkor azt szeretném mondani, hogy ilyen romlott újságírói környezetben, ahol én voltam, ott erről volt szó. Jó, hát nem én tudtuk. Én hozzám nem jutott el. Én akkor azt mondtam a Kárpátit áthívva, hogy Ferikém, magyarul mondtam, hogy mit csináltál az ezévi karácsonyommal. Egyet tudok, hogy az országot nem szabad belökni a gödörbe, át fogom vinni a költségvetést, de a januári ülésszakon lemondok. Ez kettőnk beszélgetése, néhány fülés szemtanú jelenlétében van. Én ezt így nem tudom tovább csinálni. Na most hát, aki emlékszik, az öreg Kár, igazi bolsevik volt, és igazi bolsevik, de egy végtelen tisztességes ember, Kárpáti Ferenc. Nagyot szívott ilyen nagy
piros orra volt, és így rávert az asztalra, hogy ázi, tenizé, megmondta nekem magyarul. Én azt hittem, ő Putnoki volt, ez is Borsod megyei. Én azt hittem, hogy monokon ott keményebb. Hát tudod te, hogy nekem hány álmatlan éjszakám volt már? 86 óta tudta ezt, hogy atomrakéták vannak. És nem a mi fennhatóságunk alatt, hanem moszkvai direkt, tehát még csak nem is a Mátyásföld. Ja, hogy ott egyet magyar meg is volt abban coki, a környezet. Coki. Ja. A magyar kiskatonák közül majd 2000 után ott aszófőn a birtokomon összefutottam egyel, aki elmesélte nekem, hogy ő a harmadik körben oda volt beosztva, és nem akart hinni a szemének, amikor egyszer csak azt vette észre, hát ugye ezeket a silókat szellőztetni is kellett, hogy hatalmas fák, erdő rész egyszer csak megmozdul és elkezd kinyílni. Ezt mivel látta? Ezzel a messze távcsővel. Tehát... Mert arrafelé járkálás hogy ő, nem hogy volt, ő meggyőzte igen. Már, és elmondta a Nyersnek, elmondta a Grossznak, hát a Lázár, tudod, ő milyen volt, ő nem ütközött. De majd mész Moszkvába, próbáld meg, ne add fel. Úgyhogy ő győzött meg engem azzal, hogy akkor ez is a öt fontos ügyem egyike lesz a Gorbacsovval való találkozón, amire március elején sor kerül. Tehát 3 hónapon belül. Igen, de visszatérve, tehát a Grósz azt mondta nekem, hogy figyelj, ha elintézed a hazafias, mert ugye központi bizottság és a hazafias népfront együttesen értettek egyet azzal, hogy egy minisztert fölmentenek, vagy a helyére egy új minisztert jelölnek. És ezt egy levélben megküldték a mindenkori parlamenti elnöknek, aki ezt felolvasta, és akkor mindenki boldog volt, hogy fölmentik, meg kinevezik. Ha meggyőzöd a hazafias népfrontot, akkor én tartom a szavam, és én lemondok erről a jogról. Hát nagy szerencsém volt, mert a hazafias népfront akkori főnökét úgy hívták, hogy Huszár István, aki egy hernátka, aki szintén borsodi születésű valaki volt. Hosszú évekig a statisztikai hivatal elnöke, majd a tervhivatal elnöke is lett, és onnan repítették a népfront élére. Úgyhogy elmentem hozzá, és elmondtam, hogy mi járatban vagyok. Hát összehívta országos elnökséget, és hát én mondtam, hogy én bírom a Grósz elvtársnak a támogatását, hogyha a népfront belemegy abba, hogy, mert én szeretnék egy új kormányt. Hát én ezt valamikor február elején kezdtem, és április végéig, nem tudom hányszor az országos tanácshoz, meg a szűkebb grémium elnökség, hazafias népfrontról beszélek, ellátogattam, és álmomban nem gondoltam, hogy ott nem a pártfórumokon, hanem a hazafias népfrontnál fogok a legkeményebb ellenállásba ütközni. Mondok neveket is, jó? Mert csak így hiteles. Mit gondol, kivádolt meg engem akkor azzal, hogy autokrata és központosító... Posgai? Nem, Bauer Tamás. Márton János. Na csak mondok néhány nevet. Még mondanék, de nem érdekes. Hosszan magyaráztam nekik, hogy nem erről van szó. Nyitottá teszem a parlamentet, sőt a kormányülést is. Tehát ugye az újságírók bejöhettek, mert én szentül hittem abban, hogy
hogy ez a füstös szobákban való politizálás, ez rossz, és ez vitte az országot rossz irányba. Tehát én valóban másképp értelmezve a glásznosztyot és a nyitottságot, én hittem abban, hogy a média az valóban egy negyedik hatalmi ág, és legyenek szívesek a szemünkbe mondani, hogyha valamit rosszul csinálunk. És ezt meg is tették. Tehát, de ehhez partnereknek kellett lenni a kormányban, tehát olyan szakembereket kellett kiválasztani, akik nem féltek akár Mester Ákossal, akár Rangos Katival, akár Tarnói Gizivel, most csak néhány nevet mondok, vagy Gálik Misivel szakmai kérdésekről a rádió vagy a televízió nyilvánosságában megnyilatkozni. Ugye ehhez nyíltságra, őszinteségre és egymás érdemeinek és tudásának az elismerésére van szükség. Ha én hatalmi pozícióból, mert én miniszter vagy miniszterelnök vagyok, az már régen rossz. Igen, hát ez abszolút mámorító volt, ezt mondhatom. Egyébként pedig annyira meglepett, hogy magának ezt a hazafias népfrontba kellett végig harcolnia, mert akkor mi azt gondoltuk, hogy a hazafias népfront az egy ilyen műizé, és mindent a párt határoz meg, senkinek nem jutott eszébe, hogy igazán, és tehát ugye, hogy a demokratikus szocializmusnak igen, az ilyen igen. demokratikus intézményrendszere azért az nem volt komolyan véve, finoman szólva. Ezek szerint akkor már volt mit harcolni. Nem, hát azért a 80-as évek elején már mindenki mutogatta oroszlán körmeit. Aha. A hazafias népfrontba se hülye gyerekek ültek az országos tanácsba. Úgyhogy... Na de oké, mi azt hittük, hogy az egy kádertemető. Gondolj el, hogy lemondanak valamiről, ami eddig az övék volt. Igen. Ők arra gondoltak, hogy beleszólnak a párttal egyformán. Én meg másra gondoltam, hogy se a párt, meg se a népfront ne szóljon bele. És végül is meg tudta csinálni. Hát de térjünk vissza ahhoz, hogy elment márciusba a Szovjetunióba, igen. és találkozott Gorbacsovval, és azt mondta neki, hogy volna itt néhány atomtöltető ilyen fejecske, amit haza kéne vinni. Vagy hát ha mondod? Ezzel kezdem, akkor nem, akkor valóban csak 20 percig tart a beszélgetés. Én nem ezzel kezdtem. És azért nem, mert amikor ő KB titkár lesz Moszkvában, és agrárügyekért felel, akkor ő neki az első útja ide vezet, Magyarországra. Én akkor már a Gazprom-osztályon dolgozom, és belekerülök a programot összeállító kísérő csapatba. Úgyhogy én a 10 napos programjából 3 napot vele töltök. Tehát akkor egy ismerettség ott megalapozódott. Igen, igen. És, hát és maga jól tudott oroszul? Hát akkor még igen. Most már elég rozsdás lenne az oroszom, bár ha oroszul beszélnek 70-80%-át értem, csak megszólalni, ahogy egy kis idő kellene, hogy visszajön. Na a lényeg, hogy hát egy üdítő szellő volt, hát... Ez nem azzal kezdte, hogy akkor ez csak Stogram, ez nem Vesztyi, tehát ígyunk egy jót, és értelmes kérdéseket tett fel. Elmondom, mivel nyitott. Azt mondta nekem, hogy ő arra kíváncsi, hogy azt magyarázzam el, hogy mi azt hogy csináljuk. Hogy ők Európa éléskamrája voltak hosszú évtizedekig, és ő tudja, hogy itt a magyar, itt Székesfehérvártól, Dunaújváros, ott ez a földek, ezek az aranykoronában mérve, ezek ilyen 50, 53, 56-osak, ezek csúcs magyar mércével. De ez egy kis terület. Nekik van a Csernozjon. A fekete föld, és nem kis területen. És hogy van az, hogy nálatok roskadoznak a polcok,
képesek vagytok 10 milliós ország, népességű ország létetekre 15-17 millió embernek elegendő élelmiszert megtermelni, húsban, gabonában, tejtermékben, stb. Nálunk meg hogy csináljátok? Én ezért elvittem állami gazdaságokba és TSZ-be is, és emlékeznek a háztáira, de hát én szüleim is csinálták, tehát tudom, hogy mit jelentett ez. Volt mit mutogatni. Volt mit mutogatni. Úgyhogy nagyon jól a látogatása végén már ő azt ajánlotta, hogy Miklós, és én Mihail Szergejevicsként tudtam őt szólítani, tehát megérkezem, és nem az van, hogy bum-bum, balról, jobbról, meg középről, nyelveset, hanem civilizált európai módon kezet nyújt egy ember, és leülünk beszélgetni, és hát azzal kezdtem, szemben azzal, hogy vidd ki innen a rakétákat, hogy elmondtam neki, hogy hát február után vagyunk, és hosszas viták után a központi bizottság egyetértett a pluralizmus bevezetésével, ami a több párt rendszer. Értem, igen, az ami sem a több párt rendszer. Tehát ezek, én annyit kaptam a jobboldali sajtótól, hogy mit dumálok én, modellváltásról beszéltünk, és nem rendszerváltásról. Hol voltak ezek akkor, amikor nekünk ezt ki kellett taktikázni és ügyesen kimérítskélni? Hát ha én a központi bizottsági ülésen azt mondom, hogy emberek, kipróbáltuk Nagy Imre reformjait, kipróbáltuk 68 nyers rezső reformjait, és itt vannak az adatok. Mennyi volt az adósságállomány ekkor, mennyi volt akkor, mennyi van most a kasszába mínuszként. Nem, zsákutca. Modellváltást hirdettünk, de nem rendszerváltást. Mert én rendszerváltást mondok, hát Veres József, ha még emlékeznek, egy igazi kemény, hát az kiveszi a Stukkert a zsebéből, és ott lő le bennünket, párunkat az ülésen. Hát ez nem lehetett így... Tehát be kellett, hogy mondjam, csomagolni, meg ügyesen kellett érvelni. Úgyhogy a Gorbacsovnak is ezt előadtam, és akkor egy hosszas beszélgetés kezdődött közül. Háromszor küldte ki a kopogtatókat, hogy most ne zavarjanak bennünket. A lényeg, hogy ő elmondta, hogy ő nem ért egyet a több pártrendszerrel. Ő a lenini politikában és annak a eredeti változatában hisz. Én elmondtam, hogy mi utat tévesztettünk, 47-ig kell visszamenni, az megkérdezte, hogy az mi. Hát nem de ez nekik nem jelent különösebben jó. Nem, de hát én elmondtam, hogy 47-ig nekünk vissza kell menni, ez amikor az egypártrendszer kialakul Magyarországon, és meg kell próbáljuk egy másik úton ezt az egészet fölépíteni. És elmondtam neki, hogy figyelj ide, ha én vagyok Gábriel, ezt a metaforát használtam, ha én vagyok Gábriel arkangyal, és az én minisztereim a legjobb angyalok, én nem tudom most neked megmondani, hogy mikor lesznek az első szabad választások több pártrendszer, de lesznek Magyarország. De egyben biztos vagyok, bennünket úgy kiakol bólint a választás a hatalomból, mint a pinty. És te, Mihail Szergejevics, mit fogsz te akkor csinálni, ha veled nem szimpatizáló új koalíciós kormány jön létre Magyarországon, és felfedezik az atomrakétát, még itt vannak 80 ezren szovjet katonák, és akkor nem engedte a mondatot befejezni.
ilyen ennél vastagabb karfájú karosszékben ült, rácsapott mind a két kezével, hogy Miklós, amíg én ebben a székben ülök, 1956 nem ismétlődik meg. Voltak sajtóhírek, hogy a Brezsnyev doktrína halott, de ennél világosabb megfogalmazást és az első számú vezetőtől direktben én nem kaptam. Úgyhogy számomra ez volt a legfontosabb üzenet. És akkor by the way elmondtam neki, hogy nincs pénzünk a vasfüggöny felújítására, le fogjuk bontani. Tehát meg kellett, na jó, volt egy, én most nagyon átugrottam azt a részt, ami az ideológiai, tehát muszáj is átugrani, mert sajnos párt, nagyon igen, fogy megy az idő. A több pártrendszer, tehát 20 perc helyett 2 óra 10 percig tartott a beszélgetés. És hát ugye én meg vagyok döbbenve, hogy most közgazdászokat bocsájtanak ki egyetemünkön, a volt egyetemünkön, akik nem hallottak Buharinról, nem hallottak Preobrazhenszkijről, és hogy ez az ideológiai közgazdászok között zajló vita, hogy vezetett el a sztálini iparosításhoz és az acélkezű diktatúrához. Nem tudják. Felnőnek úgy, meg kimennek az egyetemről úgy, hogy nem oktatják már nekik ezeket. És hát én a Gorbacsovval e tekintetben így, hogy hát ezt honnan tudod, hogy ez így volt? Hát mondom, mert én még tanultam, és szigorlatoztam ebből. Na, amikor a katonai és az atomrakéta kérdésre került sor, akkor azt kérte, hogy most tegyük le a tollat, tehát mellette ült Sakhnazarovnak hívták az ő tanácsadóját, mellettem is ott ült az egyik tanácsadóm, meg sikerült becsempésznem a titkárnőmet. Úgyhogy ő gyorsírva leírta az emlékeztetőt. Ezt a részét is, hogy itt le kellett tenni a tollat, mert a Gorbacsov... És letette? Hát nem lehetett más tenni. Ki volt a tanácsadója magának? Ez a ketten voltak, a Mohai Laci meg a, volt, meg aha, a Jenei Gyuri. Hát kérem, ma én elhűlve látom, hogy 400 meg 500 fős jelentések vannak a miniszterelnöki hivatal létszámáról, tehát hogy ennyien ülnek ott. Nálam a Teás nénivel együtt 27-en voltunk. De dolgozott is mindenki keményen. Más idők nem akarom ezzel. Ez nem demagógia akart lenni, hanem csak ugye nem értem, hogy mit tudnak ennyien ott csinálni. És, építik a szocializmust vissza. És ugye azt kérte, hogy neki ezt a kérdést be kell vinni a legfelsőbb védelmi tanács ülésére. Aha. És bizonyára tudom, hogy ő régen elnökkel, stb. Mondtam, igen. És ne nehezítsen meg, legyek kedves az ő helyzetét. A genfi és a bécsi tárgyalásokon, az amerikaiakkal folyó tárgyalásokon. Úgyhogy ne hozza nyilvánosságra, hogy itt, igen, hogy itt vannak atomtöltetek, igen, amiket majd kivisznek, és arról hiszen úgy tudják, hogy nincsenek. Így van, és arról se szóljak, hogy a szovjet csapat kivonásokról szót ejtettünk. De megígérte, hogy... Pillanat, ekkor átnyújtotta a kezét az asztalon, én kezet ráztam vele, ami azt jelentette, hogy a politikai bizottságnak szóló jelentésben sem talál egyetlen egy mondatot sem. És akkor még egyszer kezet fogunk. Mondtam, hogy Mihály Szergejevics, én ezt nagyon értem, hogy neked milyen a helyzeted. De te meg értsd meg az én helyzetemet. Atomrakéták majd, mert azt mondta, visszatérek rá. De mondom, a szovjet csapatok kivonására. Valamit kezdjetek, amit mi egy kis, úgynevezett, maguk így hívják, ez a minuszos hír. Mm. Tehát egy kis hír az újságban meg a...
És erre én is kértem, hogy rázzunk kezet. Na most kérem, én március 3-án este hazajövök, én az ország legnépszerűbb embere lettem volna, én a Ferihegyen leszállok, és elmondom, hogy 1, 2, 3, 4, 5, erről az 5 súlyos kérdésről beszéltünk. Na de hát kezet ráztunk. A politikában a bizalom és a bizalomépítés, a bizalom megszerzése az egy kincs. Aznál fontosabb építő kocka nincs. Úgyhogy mi figyeltük, én hazajöttem, és azt mondtam a határőrségbe, akkori vezetőinek kitűnő emberek voltak, Székely János vezette akkor a határőrséget, Nováki Balázs, és a győri rajont vagy körzetet pedig a Vidus Tibor vezette, hogy emberek, kezdjetek el egy próbabontást. Hol? Hát Rajkánál. Miért Rajkánál? Mert azt látja Vranicki, akinek én már elmondtam, hogy lebontjuk a kerítést. Látja a kemény vonalas csehszlovák vezetés, de mindenek előtt látják a Kőszeg-Szombathely térségében állomásozó szovjet tábornokok és a KGB tisztjeik. És hogyha mi ezt csináljuk, és nem jön tiltakozás, akkor ez egy plusz jel a rubrikába, hogy a Gorbacsovra lehet építeni. Komolyan gondolta. Igen. Ez március vége és április közepek között 3,5-4,5-4 kilométeres szakaszon mi lebontjuk a nemzetközi sajtótájékoztató csak május 2-án történik. De már mi lebontottuk, és nincs nagyköveti kopogtatás, már szovjet nagyköveti. Nincs forró drót, hogy mit csinálsz te, Nyikolaj? Nincs. És csodák, láss csodát, április 25-26, 10 000 szovjet kaptonát a Szovjetunió kivon Kiskunhalas és Debrecen térségéből. Második bizonyíték. Ez az ember tartja a szavát. Mert én azt kértem tőle, hogy én ugyan nem dicsekszem, hogy mi mindent intéztünk, de vonjál ki valamit. Az összes, meg lehet nézni, április 26, 89, 25, megyei lapoktól az országos napi lapon át, igaz, hogy ilyen kis mínuszos hírbe. Most az RTL klub, ahogy ezzel a témával foglalkozott, és ekkor én is leestem a székről, bejátszottak egy videót, mert ezt én se tudtam, ahol a Kiskunhalasi pártitkár búcsúztatja a 10 000 szovjet katonát. Hihetetlen. Hihetet. Tehát, hogy mi mindenről készült felvétel, és milyen szabad világ volt a sajtó számára akkor. Az a baj, egyébként baromi érdekesek ezek a részletek, de nagyon szeretném, és sajnos itt elméletileg ennek már most vége lenne, de nincs vége természetesen, mert inkább a kopoltyúinkat elővesszük, és azzal lélegzünk. Csak hogy azt akartam volna tudni, hogy maga eközben, tehát hogy nagy léptekkel kell haladnunk odáig, hogy még azt is meg akarom tudni, hogy amikor rendszerváltás után 91-ben maga eltűnt a politikából, és elment az EBLD-hez alelnökösködni, és 9 boldog évet Londonban töltött, közben legalább 3-szor fölröppent Budapesten az, hogy visszajön miniszterelnöknek, az MSZP megkereste, és jön, és nem tudom. Hogy nem lett ebből soha semmi? Az kimúlott. Az első... Úgyhogy most ilyen az, nagy ugrásokat fogok tenni, értem. Az első az a 2004-es választás. 94-es választás. Ja, már 94 is. 94-es választás, amikor hát ugye becsődöl az MDF vezette kormány, és Csurka
megírja a pamfletjeit, stb. Stb. Ezeket maga kintről szépen figyelemmel követte? Én többet is tudtam kintről, mint amit maguk itthon. Hát, az könnyen lehet. Ugyanis egy ilyen nemzetközi szervezetnél a felső vezetés hozzájut a titkosszolgálatok és az adott ország nagykövetségein készült jelentésekhez. De hát nekem nyitott könyv volt az, hogy mi történik. De nem csak Magyarországon, a lengyeleknél is. Uh-huh. Hát ez egy kincses bánya egy ilyen pozícióban ennyi évet eltölteni. Úgyhogy mindent tudtam, de közben a bankot meg kellett menteni 93 végén. Ugyanis, hát mint a politikában, a mi kutyán kölyke, Nási basztárd, ugye, ami megvédik egymást. Amit én zsigerből utálok. Tehát, hogyha valaki hiába az én pártom tagja, de hogyha hibázott, meg nem felel meg bizonyos, akkor ne mentegessük, akkor rúgjuk ki, meg tegyük hidegre, meg... Hát, ilyen vitáim nekem már akkor is voltak. És mivel a személyzeti alelnök volt. Na igen, hát ezért igen. Ez nem... hát az a személyzeti, meg a banküzentam, meg sok minden más tartozott még hozzám, de kaptunk egy olyan elnököt, ugye akkor is, hogy hol legyen a központ, hát London. De csak akkor London, ha London benyúl, hát London adott 40 millió angol fontot, hogy a bank elkezdjen épületet bérelni, meg elinduljon. De csak akkor lesz Londonban, ha a németeknek nem volt beleszólásuk, meg nem is akartak ebbe beleszólni, úgyhogy ez francia-angol vita volt, ha mi adjuk az első elnököt, ugye? A francia büszkeség az ma is jelen van a politikában. Úgyhogy megkaptunk egy filozófus írót bankelnöknek, Jacques Attalinak hívták, aki a 40 milliót, amit az angol kormány adott, arra költött ebből 28-at, hogy a travertin már, ez a neve szakmailag, a travertin márványt leverette, majd Carrarából hozatott fehér márványt. Mondom, és felvett hozzá két francia belső építészt, akikkel majd ő ezt kiviteleztette. Szerencsémre, amikor ez, mert ez papíron, ez is hozzám tartozott volna, de amikor ezt megtudtam, akkor kértem a jegyzőkönyvezni, hogy az épület és az épülettel kapcsolatos felügyeleti dolgok nem tartoznak hozzám, hanem az elnök úr és titkárságára. Úgyhogy botrány hátán. Felhívott akkor engem Theo Weigel, meg Horst Elcsik. Hát ne tudják meg, hogy milyen újság. Tehát az angol oknyomozó újságírás, ha szagot kap, az ottan kemény. Úgyhogy felhívott Theo Weigel, meg a Horst Elcsik, hogy hát ugyan mi győztünk meg téged, hogy menjél oda, hogy legyen ott a vezetésbe, aki szagol valamit Kelet-Közép-Európához, de most arra kérünk, hogy lehet, hogy bezárjuk a bankot. Na most kérem, én 41 éves vagyok, a két gyerekemet kivittem innen. Visszaírattam őket egy évvel, hogy megtanulják a nyelvet. Mint a kivert, el lehet képzelni, hogy én hogy jövök haza, ha becsukják. Úgyhogy mindent megtettem, hogy ez ne történjék meg. Megneveztem azt a két, tudtam, hogy franciát kell megnevezzek. Na, mert a francia becsületen esett folt. Tehát a végén, most hát felnőttek ülnek itt, tehát ugye van a corporate credit card, ugye?
És a Corporate Credit Cardon örömlányok szolgáltatásait vette a zsakatali igénybe. És az újságírók rájöttek. És csak amikor ezt az orra alá tettük, akkor mondott le. Na most azzal, hogy alkut kellett kötni, hogy ezt ne hozzák nyilvánosságra az angol lapok. És akkor én megneveztem Jacques de la Rosière-t, akit még IMF felvételünk idejéből ismertem, meg megneveztem Cam de Sutt, aki akkor épp a IMF soros vezérigazgatója. Hát hál' Istennek a Jacques de la Rosière-t küldték, úgyhogy gatyába ráztuk. Tehát ez arra válasz, hogy amikor engem 94 előtt bedobtak, akkor más dolga volt. Én ott voltam a Gyula szobájába, meghívtak, beszélgessünk, ez egy januári időpont, és hát én elmondtam ezt, hogy ezért, meg ezért nem tudom a felkérést elvállalni, más körülmények között meggondolnám. Gyula ekkor kiszólt, hogy hozzátok be a fröccsöt. Én ennek nagyon örültem, mert ezzel lezárult. A többi egész 2000-ig azok kacsák voltak. Ez volt az egyetlen, ami komoly volt. 2000 előtt megint volt egy kísérlet, hát az nem jött össze. Meg kell mondjam, lehet, hogy én is hibás voltam benne, túl magasra tettem a mércét. Nem mindenféleket meghatározott, hogy mit kért. Igen, mit én nem szeretem, ha a szemembe hazudnak. Ezt nagyon sokan nem szeretik. Igen. Tehát mikor arra a kérdésre kerestem a választ, hogy hát ennyi, az ország legnagyobb privatizációját bonyolítottátok le ti, a szocliberális kormány, és még el is meséltem, hogy tudjátok, ilyen a legutálatosabb része a londoni munkámnak az volt, hogy be voltunk osztva, hogy ki hova megy, melyik bankházhoz, pénzügyi befektetési alaphoz, ebédre, vacsorára, hát ez rettenetes. És hát ugye ott a névjegykártyacserék, a kerekasztalokhoz ültetni, és akkor minden, ott találkozunk, és a hátam mögött hallottam a neveket. Ez amikor a magyarországi energia szektor, gáz, villany, stb. És a magyarországi bankszektor kerül privatizációra. És ott ültek az asztal körül, én most a szocialistákról beszélek, mert az ember, ha egy fészekbe belenőtt, és ott nőtt fel, akkor ha újból azt gondolja, akkor nem a fészket kell pocskondiázni, és nem azt a fészket kell megtisztítani, vagy abba a fészekbe kell beülni újból. Tehát hívott engem a kisgazdapártól az MDF-en keresztül sok mindenki, de én udvariasan elhárítottam mindenkit, mert én úgy gondoltam, hogy én tartozom ennyivel. Ha a politika, akkor ez a MSZP. Ez az MSZP, a szocdemmé vált MSZP. De mondom, hát ott itt ültök páran, akiknek a nevét én hallottam ezeken a ebéd megbe. Tudja, ez az anterum, hogy ital. És elmondták, hogy kinek mennyit kell adni, hogy sikeres legyen a adott francia, adott német, adott belga, stb. Cég privatizációja. Csak nem azt akarjátok, mert azt mondták nekem, hogy pénz a kasszába. Hitelállomány 360 valamennyi millió, mínuszunk van. Mondom, hát hova lett az a... Csak nem azt akarjátok mondani, hogy az a pénz, amit én hallottam, azok magánzsebekbe, és így szűk körbe tűntek el. Hát ahogy nem maga Kati nem válaszol, ők se válaszoltak nekem. És akkor ez lehet, hogy hiba volt, mert amikor szűkebb baráti körben elmeséltem ezt a történetet, akkor mindenki azt mondta, hogy te marha vagy. Így biztos, hát majd figyeld meg. És hát így is lett.
Tehát megalázó csapdákat állítottak nekem, és hát a végén rá kellett jöjjek, hogy... Tehát, hogy ezt itt végig gondolta, és azt gondolta, hogy velük nem akarja csinálni, ez a vége? Hát és bocsánat, és akkor amikor... A 2000-esről beszélek. Én most értem, csak most egy pillanatra visszaugrom a miniszterelnöksége idejére. Azért egy csomó minden akkor elkezdett szerveződni a magánosításból. És szerveztek ki Next 2000 és vidéke, ezek akkor voltak. Igen. Arra nem figyelt, hogy mi zajlik nem. A saját... Dehogy nem, én elmondom ezt is. Akkor mindenki le akart beszélni engem, hogy az országjárás közben én elmenjek a úgymond ellenfelek táborába is konzultálni. De én ragaszkodtam hozzá. Mert tudtam, hogy jönnek a kérdések. És láttam, hogy Németh Miklós alatt a spontán privatizáció. Úgyhogy én a Magyar Királyi Statisztikai Évkönyveket bekészítettem a táskámba, a megfelelő oldalakon beraktam, tehát, hogy a GDP tulajdonformák szerinti összetétele mekkora volt 90-ben, mekkora volt 91-ben, meg mekkora volt a következő években. És meg fog lepődni, Kati, és a számokat is pontosan tudom, összesen 27. Mennyiből? 3800-val. 27 darab privatizációra kerül sor az én időmben. 27. És milyen értékben? Mindjárt mondom. Ebből 3 kormányzati, amit mi csinálunk, tehát én magam veszem kézbe, és bonyolítom le. Az egyiket úgy hívják, hogy Egyesült Izzó. Tessék megnézni. Igaz, hogy nem 40 ezres létszámmal, hanem csak 19-21, de az Egyesült Izzó ott áll. A másik az orosházi síküveggyár. Le lehet menni, meg lehet nézni, ott van, még mindig áll. És a harmadik, az becsődölt, az is egy üveggyár volt itt Salgótarjánban. De a csőd az már jóval később következik be, tehát már a 2000-es évek elején vagy. Az összes többiről szól és zeng a sajtó. Ugye én is olvastam az újságot, átlapoztam, meg hát a munkatársaim sárgával alá húzták, és akkor reggel a kávénál, vagy amit azt mondták, hogy ezt nézd meg, azt nézd meg. Hát zengett a sajtó 2 ügytől, az Ápisztől és a Kaolától. Nagy Imre. Az Ápisz és a Kaola. Úgyhogy a kereskedelmi minisztert Beck Tamásnak hívták, megkértem, hogy Tamás, olvastad a lapokat? Mi folyik itt? Meg hogy... jelentést hozzál a következő kormányülésre, lássuk, hogy mi vagy. Beck Tamás a következő kormányülésre behozta a jelentést. 2 kiskapu volt a átalakulási törvényben, amit ez a 27 kihasznált. Tehát amikor rájöttek arra, hogy hol van a kiskapu, elkezdtek privatizálni, és menedzsment buyoutnak megfelelően jártak el. Mi elkészítettük a törvényjavaslatot, az Antal a módosítást, az Antal kormány megkapta az átadás átvételnél, amire utalt, és érdekes módon meg tudom mutatni az átadás átvételi jegyzőkönyvekből. Erre a 91-94-es parlamentnek nem volt ideje. Na de ki volt a 2 tanácsadó, akik a kiskapura fölhívták a figyelmet? Akkor ezt most már érdemes elmondani. Az egyiket úgy hívták, hogy Matolcsi György, igen. A másikat pedig úgy hívták, hogy Csillag István. Csak hogy
kiegyensúlyozott legyen úgy a műsorunk. Úgy van. Ők adták a tanácsot az Ápisz és a Kaola ügyében, ahol azt a két kiskaput megtalálták, hogy hogy kell kijátszani a törvényt. Olyan törvényt egy 40 éves átmenet után, ugyan én a legkitűnőbb szakembereket igyekeztem magam köré gyűjteni, és az igazságügy az egy nagyon igazság, nagyon erős minisztérium volt. Kulcsár Kálmán. Nem csak Kálmán, de a helye, Kilényi Géza, Papácsi ugye. Editke, tehát add ne soroljam, a Sárközi Tamás, hát ezek nem kezdő fiúk voltak, és láttak világot, meg tudták. Mégse lehet elsőre eltalálni, hogy ne legyen benne luk vagy kiskapu. Fölfedeztük ezek után, egyébként hála a sajtónak, hogy erről zengett. De 4 év kevés volt. Hát kevés volt aztán, nem 4 év, hanem 30 év. Mert hát akkor most már én hozom elő, kevés volt 30 év arra, hogy a Dunagét után az ügynök aktákat és az ügynök ügyeket elővegyék, és tisztességgel lezárják. Amikor kirobbant, hát nehéz hetem volt, meg nehéz hetek, mert hát amit a kis Jancsi, meg az akkori ellenzéki vezetők az asztalomra tettek, hát az bizony védhetetlen volt. Tehát túlmentek a fiúk a szokásos irat megsemmisítési felhatalmazáson, amit megállapított egy vizsgálóbizottság, amit én küldtem ki. Tehát ugye akkor én azt mondtam, ekkor már ott vannak, mert ez 90. január elején robban. Hát a maga engedélyével mentem a belügyminisztériumba forgatni az irat megsemmisítést. Azért most megnézném, hogy hova mehetnék irat megsemmisítést nézni. Igen, de hát a politikai része az úgy zajlott, hogy Imre sehogy se egyezett az elején bele, hogy itt ilyenkor, ilyen botrány van, hogy vezéráldozatot kell hozni. Tehát én szerettem és tiszteltem a Horváth Pistát, de hát ugye szegényt ott nem maga kérdezte, Kati? De én. Amikor megizzadt, és... Igen. Hát mondom, ilyen nincs. Akkor volt a történelem szempontjából először a megkérdezése annak, hogy lemond-e. Mert hogy lebuktak a Dunagétbe bele. Igen, de hogy visszakössem a történetet, tehát amikor én megkaptam a Hazafias Népfront meg Grósztól azt a bizonyos szabad kezet, tehát elvágtam a párt, onnattól kezdve kormányülés volt, mert én kiszórtam az összes nem odavaló, hát mindenkit. Köszönettel vettem a munkájukat. Egy ember úgy reagált rá, ez a KSH elnökasszonya volt akkor. Elfelejtettem a nevét. Vera, milyen Vera? Nyitrainé. Köszönöm szépen, Nyitrai Vera, aki azonnal ezután a lépésem után lemondott. Tehát nem volt hajlandó, hogy én miért szórom őt ki. Igen, nem vette partnerszámba. Igen, hát azt nem tudom. A világon olyan, hogy de nekem van egy államrezon, és hogy is mondjam, egy államberendezkedési szisztéma a fejemben. De ott a KSH nem játszik, csak kiszolgál. De játszik a KSH, az a köztársaság, a rendőrség vezetője, az alkotmánybíró, a Nemzeti Bank vezetője, és így tovább. Tehát amik a államrezont megtestesítik, annak coki a politikai pártoktól. Aha. A köztársasági elnök kérje fel és jelölje ki, és ez a köztársasági elnök, ha mellé nyúl, akkor a nép választja a köztársasági elnököt, majd a nép leveri rajta a port.
Hát a Pozsgai majdnem meg is választott. Ez egy középerős. A Pozsgai már az nem középerős lett volna. Tehát itt nekem nagy vitáim voltak az akkori ellenzéki pártokkal, mert én valóban, csak a Medgyessy Péter ezt nem értette meg annak idején, ő felmelegítette, én valóban két kamaráról beszéltem, valóban középerős köztársasági elnökről, de hát ezt elsodorta az élet, meg a fiúk nem értettek vele egyet, nem lehetett továbbvinni. A koncepciója ma is, meg a részletes tervei ma is megvannak. Ezt is megkapta Antal József tőlem, mint útravalót, de hát nem így lett. Na visszatérve, összehívtam őket, és hát a Pista a végén beadta a derekát, és a lemondását. Azt kérte nem tőlem, hogy ne felmentsem, hanem ő köszönjön el a parlamentben egy lemondó beszéddel. Úgyhogy ebbe én belementem, és utána már konzultáltam a parlamenti pártok közül azokkal, akiknél esélyt láttunk arra, hogy bekerülnek. Hogy kit fogadnak el? Vagy miről konzultált? Nem, a vezetőikkel, hogy mit csináljak az aktákkal. Ja, az akta nyilvánossággal. Az aktákkal. És hát, hogy is mondjam, három javaslatot tettem az asztalra. Ezeken a megbeszélésen részt vett Antal József, Tölgyessy Péter, az SZDSZ vezetésével. Kis János helyett már ő volt? Ő jött erre az ülésre. Keresztes K. Sándor, Tordján és Vörös Vince, mint a kisgazdapárt vezetői, és az Orbán Viktor. Hát azért mondom ketten, hogy hol egyik, hol másik jött, meg a Nyers Rezső, mint MSZP-s. És a végén azzal jöttek, hogy én ezzel egyet csináljak, biztosítsam azt, hogy az iratok lezárva biztonságos helyen megőrzésre kerülnek, ezt mondtam, ezt tudom biztosítani, majd az új parlament és az új kormány. A másik két javaslatot elvetették, hát, hogy majd ők. Hát kérem, eltelt 30 év, és még mindig nincs megoldva. Mi vagyunk talán az egyetlen kelet-közép-európai ország, ahol ez ilyen taknyolásos módon. Most már megvárják, amíg mindenki meghal. Igen, az egyik javaslatom az volt, akkor ha már így közbeszúrt, hogy zároljuk 99 évre az egészet. Én beterjesztek egy 2-3 paragrafusból álló törvényjavaslatot a parlament elé, hogy aki innentől előáll másolattal, akármilyen célból, azt az illetőt gyorsított eljárásba, letöltendő és vagyonelkobzás. Tehát nem, ez nem játék. Ez lett volna az egyik a három előterjesztett javaslat közül. Erre az Antal József azt mondta ott, hogy visszajöttek hozzám, ő vitte a szót, meg a Tölgyessy Péter, hogy hát egy picit úgy meg is hökkentem, amikor nem tudom, te tudod-e, hogy a Bach korszak, meg a Metternich. Találják ki, hogy igen, az Antal mondta, József volt-e, vagy mondtam, a Tölgyessy? Mondtam, hogy igen, mondom, van róla fogalmam, meg tanultam is, meg tudom, hogy... Mert amikor azoknak a titkos rendőrségi aktáit 99 év után felszabadították, még a dédunokák is píronkodtak és szégyenkeztek. Hát, ja. Ami igaz, egyébként történelmileg megfelel a tényeknek. Tehát csak nem értem, hogy miért kell ezt. Miért. Ma már, hogy is mondjam, már nagyon kevés azoknak a száma, akik még élnek és... És jobb lenne ezen túlmenni, és jobb lett volna ilyen és ehhez hasonló kérdésekben tovább folytatni abban a szellemben, ahogy 89-90-ben
mi a közéletet meghatároztuk és elindítottuk azokon az ösvényeken. Abban a szellemben tovább beszélni, tovább nyitott módon kitárgyalni dolgokat, és nem pedig a mi kutyánk kölyke alapon, a mi pártunk az másképp gondolja. Kérem, ha ez az országban egyszer egy közgazdász csoportot, én szívesen vezetném a csoportot, megbíznának, hogy az elmúlt 30 év kormányváltásai és az ablakon emiatt kidobott milliárdok, nem kevés, milliárdok, oktatás, egészség, állandóan átreformálták. Az én ugye nem véletlenül beszéltem akkor, hogy a Moncloa paktum, ez a spanyol átmenetnek a kulcsszava, mert ugye addig nem álltak fel az asztaltól, és ezért lett Spanyolország átmenete sikeres. Mert nem álltak fel az asztaltól, amíg a gazdaság, társadalom és szociálpolitika alapkérdéseiben nem egyeztek meg. Utána már lehet párt politizálni, de ezek, ahol a sok pénz van és a sok pénz elmegy, ezeket nem lenne szabad a mindenkori széljárásnak kitenni. Ja, ez nagyon szép. Most két rövid kérdés van, és utána sajnos bezárjuk az értekezletet, jó, pedig hát elhallgatnám még, de azért mindenkinek igen, van határa. Szóval az egyik, amit tudni szerettem volna, hogy menet közben, amikor csinálta a kerekasztaltárgyalásokat, ellenzéki kerekasztalt, tudta, hogy ennek vége lesz, hogy a saját hatalmát bontja le? Tudta, hogy valami tök más kezdődik, ami meghatározza a személyes sorsát? Nagyon örülök ennek a kérdésnek. Mi, mint kormány nem voltunk az asztalnál. Én nagyon szerettem volna, de ezt az ellenzéki pártok nem engedték. Ugyanis... Nem volt kormánytól senki? Senki. Egymással beszéltek? Nem, a pártok, az MSZMP. Ja, az MSZMP, persze. Tehát engem, aha, hiába mondtam, hogy nekem már nem parancsol a párt, meg a politikai bizottság. Hát ezt nehéz volt elhindjuk. Aha. De Tölgyesi adta meg nekem, mondom, Péter, hát... Most miért jó nektek, mazoisták vagytok, miért jó nektek, hogy a Fejti Gyurival birkóztok meg a hozzájára? Miért nem velünk? Ő a kaolát vitte, nem? Végül. És akkor a Péter azt mondta nekem, hogy ide figyelj, én szakmailag egyetértek veled, mert én azt is kifogásoltam, hogy miért álltunk meg. Új alkotmány, tehát az akkori alkotmány, és a választójogi törvény. A politikai berendezkedés. Hát miért nem beszélünk gazdaság, társadalom? És azt mondta, én értelek téged, meg értem a spanyol átmenetet. De ha én, vagy mi belemegyünk ebbe, a társadalom szemébe, a mi támogatóink úgy fogják ezt fel, hogy mi osztozunk a ti bűneitekben. Tehát a ti bűneitek, ami igaz, az MSZMP-nek bizonyos bűnei. És hát, ugye sokat beszéltem vele erről, de a kormány, én nem voltam a kerekasztal tárgyalás résztvevője. A bizonyos minisztériumok szakmai háttérmunkát nyújtottak, de nem csak, mert ugye három oldalú volt a magyar. Nem kerek, meg nem négy, hanem három. Az ellenzéki pártok, az MSZMP és a társadalmi képviselő civil szervezetek. Ott ült a nő, hát olyan is, igen. Igen, igen. Ha ezt tudom, hogy ekkora ász volt a nőtanács, igen, biztos, hogy igen. Beveszem oda magam. Nem sikerült. Én a végén próbáltam egy kicsit ilyen fejtágítós módon, de úgy értve, hogy fejtágítós, hogy kijelöltem bizonyos témákat, és a Szűrös Matyinak, az ideiglenes köztársasági elnöknek az elnökletével. Ez valószínű az enyém, a feleségem leszállt, ez azt jelenti. Aminek örülök. Én is örülök, és főleg annak, hogy nem egy tűzjelző valahol. Ezeken elő-elő szedt
feltettem bizonyos szakmai kérdéseket. A másod-harmad vonal képviselőit küldték el az ellenzéki pártok. Tehát emlékszik maga, Kati, a Hornyák Tivadarra? Nem. Pedig Újpesten ő még robbantott is. Egy ilyen, igen, van, aki emlékszik. Piromániás? Hogyne, hát az asztalt verte. Hát a tüzes szemű Csengei Dénes íróköltőre, ugye? És akkor még a mi Gyulánk is belejátszott, meg belekavart ebbe, mert ő is írt nekem egy hosszú levelet, hogy hát fagyasszam be az árakat, a választás előtt ne roncsam az MSZP esélyeit. És ő ezt a levelet még el is küldte ezeknek az ellenzéki pártoknak. Úgyhogy a következő... Hadd örüljenek, igen. Hát persze, és hadd nézzék hülyének a kormányt, meg a kormányfőt. Úgyhogy nekem ott a parlamentbe verték ezek a Hornyák Tibor, meg a Csillagszemű Dénes, hogy majd ők megmutatják nekem, hogy hány százezer embert hoznak a Kossuth térre. És hát amikor ilyen egyszerű, ABC-szerű dolgokat mondtam, hallottatok már a közgazdaságtanban arról, hogy aki A-t mond, mondjon B-t is. Az nem így, az nem, mondom, de ez egy híres tételmondat, mert az A az árakat jelenti, a B a béreket. Tehát ha én befagyasztom az árakat, megtehetem, de akkor ez akkor lesz konzekvens, és a játékteret semlegessé tevő lépéssorozat, hanem a béreket is befagyom. Na hát, szóval ilyen és ehhez hasonló dolgokon kellett nekem ottan átmenni. Tehát én nem vettem részt a kerekasztalon. Értem, de megélte azt, hogy a saját hatalmát bontja le? Nem személy szerint, hanem hogy valamit, ami kezdett, nem... Erre vállalkoztunk az elején. Jó, tehát, hogy ezt tudta? Ezt tudtuk. Hát, végigcsináltuk, nem megy. Tehát, ahogy Churchill híres, hogy a kapitalista piacgazdaságnál nincs jobb. Az összes többi rosszabb. Mi kipróbáltunk sok mindent. Én tanulmányoztam, higgyel, nekem az egyik legjobb barátom a Markovics, későbbi jugoszláv miniszterelnök, horvát származék volt egyébként. Én beleástam magam a jugoszláv önigazgatási rendszernek a tét, hogy hát, ha ott van valami. Aztán rá kellett jöjjek, hogy a korrupció meleg ágya volt a önigazgatási rendszer Jugoszláviába. És akkor én jártam Újvidékre, Szabadkára, és akkor hallottam a példákat, ahogy elmondtak, hogy igen, jól érzed. Tehát kitaláltunk mi sok mindent. Nem ment. Most, hát hogy mondjam? Én azt is tudtam, hogy ez nem lesz egy könnyű út. Én látom a fejlődést, nem vagyok vele elégedett, tehát amit most látok, de azt is tudom, hogy a demokráciát, aki csak úgy fogja fel, piacgazdaságra alapuló kapitalista demokráciát, hogy az egy szisztéma, akkor annak az illetőnek én még nagyon sok kurzust ajánlanék, hogy vegye föl és tanulmányozza. A demokrácia egy kultúra. Ahol a 30 év semmi? Ahol az semmi. Tehát a kultúrát, azt a amit mondhatok úgy, hogy civil magatartás, a kultúra, az egymás tisztelete, az egymásnak a nem ellenség vagy, hanem ellenfél, akivel nagyon jót vitatkozhatunk, és így tovább, és így. Tehát ezt a részét nem fogtuk meg jól, hogy ez most kelet-közép-európai sajátosság-e, mert véletlenül ugye a Lajtától keletre jellemző az, hogy szisztémának tekintik, és a szisztémát elkezdik bontani, meg másképp felépíteni. És ez a kultúr légkör, ez a kultúr bázis és háttér hiányzik.
Na most ebben hibásak a politikai pártok mindenképpen, de hibásak az úgynevezett a társadalom sejtjeit és nedveit éltető intézmények és vezetőik is. Én beleértem a papságot is ebbe, az egyetemeket. És így tovább. Tehát az igazi civil társadalmat megtestesítő és azt éltető, megfejlesztő akció. A sajtó ugyanígy bizonyos tekintetben. Én megértem, hogy meg kell mindenkinek élni. Hát én azon mazoisták közé tartozom, aki még a Kossuth rádiót mindig meghallgatja. Reggel, délben és este. Hát kérem, már a feleségem, ő már kimegy. Én még mindig meghallgatom. És megtartottak, Kati, most csak egy apró példát mondok. Emlékszik, ütköző. A szónak a tartalma, ugye? Hát van egy téma. Igen. Most megtartották a szisztémát, ezért mondom, most ez a példa jól fogja mutatni azt, amiről beszél. Tehát a szisztéma ott van, ütköző. És ki beszélget? Két hasonszőrű, meg a mikrofonálvány. Ugye? Ezek beszélgetnek, ütköztetnek. Mit ütköztetnek? Semmit se ütköztetnek. Hülyítik a népet. Tehát egy népre, egy nemzetre, annál nagyobb csapás. Ezek most azt súlykolják, hogy a migránsok egy lópikulát. Annál nagyobb csapás, ha tudatos, leépítő propagandával, és azonnak az egyoldalú, folyamatos súlykolásával eljuttatják a köztudatot és az emberek tudatvilágát a lehető legalacsonyabb pontra, ami alatt én azt értem, hogy ez az ország, ez az a nép, meg az az ország. Én most már magunkat lassan ide sorolom. Elveszíti, tudja mit, a legfontosabb kincsét, a józan paraszti ítélőképességét, hanem besorol. Végtoncsi jut eszembe. Emlékszik a Végtónira? Végon, persze. Miért beteg a magyar futball? Nem azért a futball. Van egy novellája, amiben ezt nagyon jól, akkor ő még bejárt oda hozzánk. És a titán, a magyar titán. Ez egy rövid kis írása. Arról szól, hogy valaki valamelyik magas, mondjuk egy megyei pártbizottságon bebizonyította az tanácsnál, bárhol, az alkalmatlanságát, szakmai hozzá nem érti. Felemelték a telefont, és küldjük valahová. És a szöveg mindig az volt, hogy titán, tudtok vele valamit kezdeni. Úgyhogy innen van, tehát a magyar titán. Hát, tehát ezt a józan ítélő képességünket kellene még éberen tartani, és meg felcsiholni újból arra a szintre, aminél egy picivel, hogy is mondjam, optimistábban néznék a jövőbe, meg a gyerekeim, meg az utódok sorsát illetően. Na, mi a másik kérdésem? Az a másik kérdésem, hogy nem sajnálta-e saját magát abban az kedves felesége? Türelmetlen. Tehát, hogy az a politikai karrier, ami nagyon fiatalon, nagyon eredményesen indult el, aztán utána, hát az EBRD-t nem tekinthetjük parkolópályának, az is egy kemény, érdekes dolog lehetett, és fontos, hogy onnantól kezdve én azt képzelem, hogy a hatni akarás, meg a társadalmi érdeklődés, az nem pusztult ki magából, és még mindig csak 50 éves volt. Tehát, hogy nem érzi-e úgy, hogy személy szerint rosszul járt azzal, ahogy a történelem kijelölte a szerepét, meg a helyét? Hát ezen, igen, lehet.
Gondolkodott ezen valaha? Nem az, hogy sajnáltam, a végén kell... legyen egy kicsit rossz kedvem, nem nincs mondom. Rossz kedvem. Sajnáltam, hogy erre a 2000-es próbálkozásomra nem került korona. De az magánmúlt azért. Is. Igen. És én, ha egy 100-as skálán osztozni kell, akkor azt mondom, hogy 30%-ot én bevállalok, de többet nem. 70% a korrupt elvtársak, akiket nem tudott volna kilapátolni? Most hadd ne, már jó, nincs is idő rá, meg nem kell bántani senkit, már részben meghaltak, részben még nagyon ma jól is, élnek a vagyonból. Ma is jól élnek. Igen. Ezt én úgy szoktam mondani, hogy én nem tartoztam az alulfizetett EBRD alelnökök sorába. A családi házunkat felépítettem belőle. Aztán hazajöttünk, és elmentünk egy-két emberhez, és a feleségem, ha már telefonált kétszer, akkor hadd idézzem, úgy eljöttünk, és azt mondja, hogy papa, te ennyire rosszul kerestél? És még akkor nem is miniszterek, hanem államtitkárok, meg az alattiak lakásában fordultunk meg. És ez régen volt, igen. Tehát én nagyon nem szerettem, nálam az egy fillér lopás is lopás, és nem az dönti el, hogy milliárd vagy a forint az forint. Aki ahhoz, azzal én nem tudok. Tudom, hogy voltak a környezetemben is. Nem, én nem tudtam mindenkit. Aki viszont a tudtomra jutott, hát azt könyörtelenül kirúgtam. És az, ahhoz mit szól, és most már tényleg ez a vége, hogy azért átrendeződött a nagyságrend mostanra, nem? Tehát azért... Amikre maga berágott, és nem vállalta el 2000-be, hát azt szerintem a legmerészebb álmaiba se tudta elképzelni. Ezt nem, ezek a... Na akkor még egy ilyen... Amikor hazajöttem Londonból, bementem egy-egy... Az Antal is hívott, a Gyula hívott egy-egy kávéra. Aztán az utána következők már nem. Sose felejtem el, hogy Gyula azt mondja egyszer nekem, hogy lehalkította a hangját. Meg Miki, a miénk jobban lopnak, mint az MDF-esek loptak. Akarod látni, és indult a páncél. De Gyula, dehogy akarom, semmit se akarom. Az régen rossz, ha a te páncélodban ilyen dokumentumok vannak. Azt mondja, de ezzel sakba tartom az egész csapatot. És tényleg? És tényleg sakba tart. Na most a szoci liberális fiúknak a svindlieihez, vagy svindliei, a mai fiúk, hát nem lehet egy skálán mérni. Tehát többszörös. Úgyhogy én kiábrándultam ebből. Örülök, hogy nem veszek benne. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, miniszterelnök úr. Ettől tudnál folytatni a beszédet, hogyha még lenne mód rá. Köszönjük az önök figyelmét és türelmét, és remélem, hogy lesz még mód, hogy több fejezetet elmeséljen.